Üdvözlöm Önöket, ez az Energofish magazin. Nem tudom Önök, hogy vannak vele, de szerintem a horgászok legnagyobb ellensége az a tél. Nem csak a hideg, hanem az, hogy rövidek a nappalok, és aztán nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy horgásszunk. De persze mi most az Energofish magazinban igyekszünk majd érdekességeket mutatni, és természetesen eredményes horgászatokat, horgászokat is. Úgyhogy érdemes lesz ma is velünk tartani. Nézzék meg képes tartalomjegyzékünket, hogy mit ajánlunk mai műsorunkban Önöknek. Lukács Béla dropshotos leckét ad pergető horgászoknak, Piotr Piszkorszki pedig egy 2020-ban megjelenő szalmó csali újdonságot mutat be. Szabó Bence a Method Feeder horgászoknak segít eligazodni a horgok világában, és megmutatjuk, hogyan zajlott számunkra az év utolsó nagy kiállítása. Hónapról hónapra azért nagyon sok minden történik a mi házunk tájékán, ezt foglaljuk most össze Önöknek az Energofish hírekben. A naptári év utolsó nagy kiállításán a Pont Show-n 5 termékünk is díjat kapott. Többek közt a Bokor Spin Orsót is elismerte a szakma. A részletekről hamarosan bővebben is beszámolunk. Télen, amikor nagyon rövidek a nappalok, érdemes akár este is egy kis időt szánni a horgászatra, és erre az iBuy termékek nagyszerű lehetőséget nyújtanak. A világító úszók segítségével és néhány más kiegészítővel egészen biztosan, hogy komfortosan tudunk majd horgászni a vízparton, és nem maradunk le egyetlen kapásról sem, s ha kitartóak vagyunk, meg lesz az eredménye. A tél beköszöntével a lábbelik közt az Eva csizmának párja nincs. Ezek a csizmák mind extra könnyűek, lábunknak a fagyos vízben is kellemes hőérzetet biztosítanak, és ezt horgászaink visszajelzései is igazolják. Nem véletlen, hogy mostanra egyik legnépszerűbb outdoor termékeinké váltak az Eva csizmák. A kiállítási szezon ősszel a Pont Show-val zárult az Energofish Kft-nek. Egy igen széles termékpalettát mutattunk be a horgászoknak, legyen szó pergetőkről és természetesen az igazi ponthorgászokról is. Következzen egy rövid összefoglaló, hogyan láttuk mi és hogyan éltük meg a Pont Show-t. Cégünk nagyszerűen zárta a 2019-es kiállítási időszakot, mégpedig a Budapesten megtartott hagyományos Pont Show-n, amely idén is pergető parádéval egészült ki. A legnagyobb elismerés természetesen az a bizalom, amivel vásárlóink megtisztelnek bennünket. Ennek abszolút jele volt minden nap az a tömeg, amely felkereste standjainkat. A szakmától is kaptunk elismerést, szám szerint 5-öt, hiszen ennyi termékdíjat söpörtek be felszereléseink a kiállítás szakmai zsűriétől. A Bokor Spin GF pergető orsó, a Wizard pergetőtáska, vagy éppen a Wizard Lip Grip is díjat kapott. Továbbá az általunk forgalmazott Sonic X-Traktor távdobó orsója lett a kiállítás legjobbja, és a Navitas Code kabát is termékdíjas lett. A Sonic teljes termékkínálatát felvonultattuk, köztük azt a kapásjelző rendszert, ami azonnal a vásárlók egyik kedvence lett. Ez az SKS kapásjelző rendszer, ami itt van előttem, és amit itt láttok, ez így együtt alkotja ezt a rendszert. A rádiós kapásjelző, és ez a lámpa, amivel éjszaka ezt az egészet bevilágíthatjuk. Amikor kapás van és megmozdul a swinger, a lámpa is felkapcsol, és ott is jelzi, hogy hol a kapás, és természetesen az érzékelő is, akár 150 méteres távolságban a botoktól, az övünkre csatolva is csipog, és persze jelzi, hogy melyik boton van kapás. Bemutatkozott a Wizard teljes műcsali választéka, köztük a BLD Spin csalik, melyek ólomtestű balint csalik, négyféle méretben és két típusban kaphatók. Az egyik a Carp, a másik pedig a Brim Fantázia nevet viseli, mindkettő két darab, kétágú horoggal szerelve. Három darab luk található a csalinak a hátán, egyes, kettes és hármas számú luk. Nyilván meghatározza a bevontatásnak a minőségét, hogy melyikbe helyezzük el a kapcsot, illetve a karabinerünket. Minél távolabb akasszuk be a fejtől, akkor a csalinak az állása még meredekebb lesz. A vízben pedig intenzív, verető mozgást hajt végre, amit nagyon kevés balincsali mondhat el magáról, mármint ilyen ólomtestű balincsali. Úgyhogy igazából ezzel a nagyon gyors, nagyon impulzusos veretéssel érje el azt, hogy a balinból kiváltsa a támadó ösztönt. A tucatnyi újdonság között megtalálhatók voltak a legújabb Benzar Mix fonott zsinórok, melyekkel többféle szituációt is megoldhatnak a féder horgászok. Ezekről teszthorgászaink adtak személyesen is tájékoztatást az érdeklődőknek. A következőkben az újonnan megjelenő Benzar fonott zsinórokról szeretnék pár szót ejteni. Ennek kettő változata van, az egyik, amit a kezemben tartok most, ez a Competition névre elkeresztelt változat, míg a másik a Method Fantázia nevet kapta.
Ezekről tudni kell, hogy 4 méretben kerülnek forgalomba. A Competition Breed az 6-os, 8-as, 10-es, 12-es, míg a Meteor az 14-estől 20-asig terjed. Látszik, hogy a vastagságúban van lényegi különbség. A Competition zsinór az egy finom, keszeges pecákhoz tökéletes választás, míg a Meteorosat azt nehezebb terepre, illetve dobóelőkeként is tudjuk használni. Utóbbi az 200 méteres, míg ez a Competition 120 méteres kiszerelésben kerül forgalomba. Se szeri, se száma azoknak a kérdéseknek, melyekre választottak munkatársaink a kiállítás során. Külön köszönjük a megtisztelő figyelmet és érdeklődést azoknak, akik személyesen látogattak meg minket a Duplakukac standon, a pontyos szekcióban, vagy az Energofish Kft. Gyári pergető standján. Találkozzunk a következő kiállításokon is! Én azt gondolom, hogy a metódféder horgászat sikere, legnagyobb sikere az éppen az egyszerűségében rejlik, de ettől függetlenül nagyon sok szempontra oda kell figyelnünk, milyen etetőanyagot használunk, és éppen, hogy a végszerelékünket hogyan állítjuk össze. Ennek talán legfontosabb eleme a horog. Szabó Bence az elkövetkező percekben egy olyan horogcsaládot mutat be önöknek, amely nemrég jelent meg a piacon, de már is nagyon nagy népszerűségnek örvend. Fociban azt mondjuk, hogy védj egy jó kapust, akkor a horgászatban védj egy jó horgot, ami megfelel az adott szituáció nyújtott a kihívásoknak. A Benzár Method Round Feeder horog nemrégiben jelent meg, és mindössze 3 méretben kapható, mégpedig abban a 3 méretben, amelyet úgy gondolom, hogy a leggyakrabban használunk. Ezek a 8-as, a 10-es, illetve a 12-es. A Method Round Feeder horgok Japánban készülnek, ami garancia minőségükre és hosszú élettartamukra. Rendkívül magas minőségű acélból lettek ezek a horgok előállítva. Nagyon erős a hegyük, nagyon-nagyon sok halat lehet velük megfogni mindenféle csorbulás nélkül, úgyhogy hosszú időn keresztül eredményesen használhatók. Ha van egy megfelelő horgunk, akkor már csak egy olyan fonodzsinót kell választani, amire fel tudjuk azt kötni, illetve ami lehetővé teszi, hogy kihasználjuk a horog nyújtotta minden előnyt. Én ehhez elsősorban a Benzár Method fonottelőkét szoktam használni, ami egy 8 szálból szőtt, tulajdonképpen szinte szabályos körszövött zsinór. Egy vékony teflon bevonattal van ellátva, ami jelentősen növeli a kopásárlóságát. Ebben az időszakban egyértelműen a vékony típusok azok, amelyek szóba jöhetnek. Ezek a 0,6 század, illetve 8 század milliméter átmérői típusok, amelyek az intenzíven telepített tavak halaihoz tökéletesek és bőven elegendőek. Ezekre a zsinórokra felkötve rendkívül természetes módon tudjuk felkínálni a különböző lebegő, süllyedő, illetve wafter csalikat. Azok mozgása minden gyanakvását el fogja altatni a halaknak, hiszen a zsinór lágysága lehetővé teszi azt, hogy rendkívül természetesen viselkedjenek a mederfenéken. Én az őszi horgászataimon leggyakrabban a 10-es méretű Method Round Feeder horgot használom, ami tökéletes összhangban van kedvenc metódos csalijaimmal, a coated wafterekkel, illetve a metód tojásokkal. Nagyon sok szép pontyot fogtam már ezekkel a csalikkal, illetve ezzel a horoggal akár versenykörülmények között is, úgyhogy ebben az időszakban úgy gondolom, hogy ez egy ideális összeállítás. A műcsali, amit használok,
természetesen egy szalmó wobbler, lehet, hogy most erre a helyszínre nem a legjobb választás, de az biztos, hogy nagyon nagy alapossággal lett kifejlesztve ez a műcsali, mint valamennyi szalmó termék. Piotr Piszkorszky ezeknek a műcsaliknak a megálmodója, aki nem olyan rég Lukácsi Bélának a vendégszeretetét élvezte, és közösen horgáztak a Dunán, fantasztikus élménnyel gazdagodtak egy olyan műcsalinak köszönhetően, amely az elkövetkező időszakban kerül majd a piacra, és azt hiszem, hogy a 2020-as év nagy slágere lehet itt Magyarországon is. Welcome all the Salmo fans. Üdvözlök minden Salmo fant! Itt vagyunk a Dunán, és már most szeretném megköszönni Bélának ezt a meghívást és a lehetőséget, hogy itt horgászhatunk ezen a csodálatos folyón, ebben a hajóban. Ez egy különleges lehetőség is egyben, hogy itt vagyunk arra, hogy kipróbáljunk egy új 2020-ban megjelenő Salmo műcsalit. Ennek a műcsalinak Réasád a neve. De mitől különleges ez a csali? Sok tesztet végeztem vele még ebben az évben. Először tavakon, Hollandiában is például, ahol 100 meg 100 sügeret, nagy sügeret fogtam vele, és persze csukákat is. És most itt tegnap is számtalan halat fogtunk. Néhány balint, süllőt, és nem is tudom, hogy hívjátok ti. Bucó, elnézést, bucónak nevezitek ti magyarul. És most például a nap végén egy harcsát is fogtunk. Nagyon aranyos volt. De térjünk vissza az eredeti témánkhoz. Ez itt a Réasád. Láthatjátok, nem túl nagy. 6 cm-es, 17 grammos, szóval jó nehéz. És ez három csali egyben. Miért? Mert nagyon speciális a csatlakoztatása. Ennek a sínszerű kialakítása köszönhetően ez nem egy tipikus csali, és tényleg a vasúti sínhez hasonlít ez a dolog. Attól függően, hogyan vezetjük a csalit, úgy mozog ezen a sínen a kapocsa csali elején, vagy ide a csatlakozás végére. Ez a csali akár vertikális horgászathoz is jó, hiszen ha így használjuk, a kapocs felcsúszik ide a hátára. Ha egyenes a meder, akkor vertikálisan fel le tudjuk mozgatni ott a csalit. De természetesen nem csak léken, hanem csónakból is. Ha a haradaron látjuk a helyet, ahol egy jó süllő sejthető, akkor leengedjük oda, és a mozgása, a vibrációja azonnal felkelti a sürdő érdeklődését. Ilyen komplex csali még egy nincs a piacon, és ez tényleg nagyon különleges és sokrétű. Használhatjuk egyébként ezt a csalit dzsigelve is, akár egy gumihalat úgy vezetve. Leengedjük a meder fenekére, 2-3 ütemet várunk, majd megemeljük és visszaengedjük, és így tovább. És ez nem minden. Biztos ismeritek a Salmo Frilt, ami egy legendás balincsali. Nos, teszteltük a Réasádot itt a Dunán, a Frilhez hasonlóan vezetve is. 2-3 gyors tekerés, majd egy pillanat szünet, majd megint gyors tekerés, hasonlóan a Trilhez, és nagyon-nagyon agresszíven reagáltak rá itt is a balinok, aminek tényleg szívből örültem. Nagyon nagy álmom volt, hogy egy ilyen sokoldalú csalit készítsek, ami használható vertikálisan, vagy épp lehet vezetni, mint egy normál wobbler, vagy éppen mint egy plastik csali. Szóval még egyszer, Réasád hamarosan a Salmo kínálatában. Találkozzunk a vízparton! Téli időszakban önök nagyon jól tudják, hogy eredményesen lehet ragadozó halakra horgászni. Pláne nagyon jó ez a horgászmódszer azoknak is akkor, amikor ilyenkor napközben már csak tényleg a napsütéses órákból egyet-egyet lehet mondjuk úgy munka után elcsípni. Én is most próbálok pergetni, de nem a legtöbb sikerrel. Viszont Lukácsi Béla mutat most önöknek majd olyan hasznos praktikákat és olyan módszert, amivel talán önök is eredményesen horgászhatnak, vagy minden esetre eredményesebben, mint én. A vizek lehűltével egyre nagyobb csapatokban vannak ragadózóink, ezek közül mondjuk a sügerek vagy a kősüllők, amelyek igazán nagy csapatokban találhatóak meg, egy-egy úgymond forró ponton. Ezeket a forró pontokat többféleképpen meghorgázhatjuk,
de szerintem az egyik legjobb módszer erre a dropshot. Éppen ezért ezt szeretném a mai adásban úgyból ezt bemutatni. Ez most, ami kezemben van, egy Samurai Spin, 2.10-es, 2.8 gram dobósúlyú. Egész gerinces botról beszélünk. Ellenben a spic része, az egy nagyon finom kis, úgymond műszer, ha így tetszik. Azért kell, hogy úgymond azt a finomabb csalikat el tudjuk dobni, és a dropshotot óvatosan tudjuk emelgetve vezetni magunk felé, és a kapásokat is tudjuk látni ezen a részen. Ha meg jobb ragadozó akad a horgunkra, akkor meg itt van a botnak a gerince, és tökéletesen fogja végezni a dolgát. Egy 4000-es orsó tökéletes, jelen esetben ez egy Sauber, és lehet telibe monofil zsinót is használni. Én azonban sokkal jobban szeretem a fonott zsinót, sokkal direktebb a csali vezetés, illetve a kapás. Azonban a dropshot módszere nem igazán jó a fonott zsinór. Így muszáj előkét raknunk. Többféle előke zsinót használhatunk. Használhatunk fluorokarbont, vagy használhatunk éppen, én most egy LNK Fine Mono zsinót használtam. Az a lényege, hogy látszik, hogy ő jobban mereven tartja ezt a dropshot szereléket. Ennyi az egész egyébként, ez a dropshot szerelék, tehát a horgunk az így vízszintesen áll, ez egy marudó horog, LNK pici gumival, plastikkal, ezt nagyon szereti a sügér, illetve a kősüllő is esetleg. És ami másik lelke az egésznek, az, hogy tudjuk változtatni a dropshot ólommal a távolságot. Tehát most ilyen körülbelül maxra állítottam, hagyhattam volna hosszabb zsinort is, de ha szeretném, akkor ezt kipattintom, és akkor akár ide is rakhatom, tehát közelebb a talajhoz. Ez függ attól is, hogy mekkora távolságra horgászunk, illetve függ a ragadozók kapó kedvétől is, mondjuk van egy aljnövényzet, az fölé tudjuk vezetni szépen, és akkor az fölött el tudjuk vezetni ezt a csalit. Hát ez most hihetetlen jó helyre ment, nagyon-nagyon el kell találnom egyrészt a távolt, másrészt az irányt. Tehát ilyen, itt van egy hajó, ott egy, emitte a másik vége, és azon három közé kell bedobnom. És ez ilyen nagyon-nagyon jó helynek néz ki. Ajj, gyönyörű, ez jó is lesz ráadásul. Háj, de jó, ezért imádom ezt a érzékeny helyzetű botot, mert ilyen is kell egyébként a dropshotozásra, mint ez a Wizard Samurai Spin, hogy nagyon érzéken a hegye, hát ez egy 2-8 grammos egyébként, nem is az a lényeg, hanem pont olyan szépen dolgozik a hegye, lágyan leköveti a úgymond a csalinak a mozgását, és hát a kapás, gyönyörűen dolgozik a sügerem, nem is olyan rossz ráadásul. Sőt, így de szép vagy te. Íbe. És milyen gyönyörű ez is. Érdekes, hogy ez ilyen kicsit sárgásabb színű, megszabadítjuk a horogtól. Hát ez éppen, hogy csak fogta. Elengedem szépen a zsinót. Így van, ennyi. Lehet, hogy kisugrik a kezemből. Óvatosan próbálok. Túl kell súlyozni, az egyértelmű. Arra még nem tettem ki. Tehát nagyon túl kell súlyozni. Mondjuk itt egy 3 grammos jigfejjel el tudnék horgászni, de 14 grammal horgászok. Éppen azért, hogy egy helybe tudjam nagyjából tartani, mert tudom, hogy hol vannak a ragadozók. És ha tudom pontosan, hol van az a kapás zóna, akkor ezzel a dropshottal ott tudom tartani nagyon sokáig, ott tudom ingerelni,
és úgymond kevés az a holtidő, mikor képzeljünk el, van egy terület, eldobom, benne vagyok, húzok kettőt, hármat emelek, eddig volt a kapás zónában a csalim, majd kitekerem, újra dobok. A dropshotnál ez szépen ott pöcözgetem nagyon-nagyon hosszú ideig, és hát sokkal eredményesebbek tudunk így lenni egy adott szituációban, mikor tudjuk, hogy hol van a nagyon sok ragadozó. Az újabb fal. Szerintem ez is sügér a védekezés alapján. És a sügér az viszonylag vehemensen védekezik méretéhez képest. Úgy van. Egy sügérke. Ismét egy. Gyönyörű, ezért szeretem a csapósügeret egyébként, hogy gyönyörű mintázata van neki. Van itt ez a fekete pöttye hátán. Ez mondjuk még nem is a legélénkebb. Legélénkebb színűek mondjuk például a Tiszatavon vagy a Balatonon, ami egész tiszta vízben vannak. Minél sötét helyen lakik egyébként egy sügér vagy bármilyen hal, annál világosabb a színe. Tehát ez látszik, hogy itt a hajók alatt tengeti napjait, illetve csipkodja az apró táplálék halat. Na, mehetsz vissza. Számomra úgy tűnik, hogy nem sikerült túl jól ez a mai peca. Ezt a pergető horgászatot még gyakorolnom kell, úgyhogy lassan a végére érek ennek a horgászatnak, mint ahogy végérehez közelít a mai műsorunk is. De természetesen a játékot most se felejtettünk el. Ma is hirdetünk játékot, amelynek a kérdése az, hogy vajon emlékeznek-e arra, hogy a Lukácsi Béla által bemutatott kétféle zsinór közül, ugye az egyik egy fonott zsinór volt, hogy ennek mi a neve. Ha igen, és tudják a nevét, akkor kérem írják meg önök nekünk a magazin@energofish.hu címre, és egy szerencsés ebből a két zsinórból fog majd nyerni egy-egy darabot. Én remélem, hogy mai adásunk is tetszett önöknek, és legközelebb is velünk tartanak. Én próbálgatok még egy icipicit pergetni, hát ha sikerül ezzel a műcsalival nekem is halat fogni, de ha nem, akkor se leszek szomorú. Tartsanak majd legközelebb is velünk, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!